Köszöntöm a kedves nézőket. A férfi NB1-es kézilabda bajnokság folytatódik, az Eger a Veszprémet fogadja, a friss klubvilágbajnokot. Nézzük, hogy milyen összeállításban lépnek már pályára a csapatok. Vendégeknél kettessel Nikola Rahovács, 9-essel Hugo Deskat, 12-essel Rodrigo Corrales, 17-essel Lucas Sandel, 20-assal Mikael Jensen, 21-essel Bjarkimaa Ellison, 23-assal Ligetvári Patrik, 25-essel Luka Cindrics, 29-essel Nedim Remili, 30-assal Hoffman Balázs, 34-essel Vig Bálint, 39-essel Jahja Eldera, 46-ossal Legan Pek Malbec, 51-essel Janowski Botond, 88-assal Agustin Casado és 99-essel Szergej Koszorotov, vendégek vezetőedzője pedig Javier Pascal. Az egrieknél 1-essel Marcika Barnabás, 4-essel Kis Gergő, 6-ossal Szabula Huba, 8-assal Tóvizi Tamás, 9-essel Szöllősi Olivér, 10-essel Lezák Áron, 11-essel Reza Jedegári, 18-assal Molnár Nagy Martin, 22-essel Nikola Arzenik, 30-assal Száva Máté, 32-essel Ágoston Áron, 45-essel Tóth Károly, 44-essel Bőti Dominik, 90-essel Maracskó Zalán és 98-essel Abdel Jalil Cenári, vezetőedző pedig Tóth Edmond. A mérkőzést Bócz László és Videman Viktor fogják vezetni, és a veszprémiek fogják útjára indítani a labdát. Érkeztek vendégek, mármint vendégszurkolók is, mármint akik a Veszprémnek szurkolnak, hogy ők Veszprémből jöttek-e, vagy inkább innen a környékről, azt nem tudni. Utóbbi sanszosabb, hiszen nagyon sokan szurkolnak országszerte a veszprémieknek, de persze eddig az egri szurkolók hangosabbak voltak, akár a bemutatásnál, akár a csapatok köszöntésénél. Veszprémiek indították útjára a labdát, és reméljük, hogy más lesz a forgatagon, mint a tavaly őszi egri mérkőzésen, akkor ugye egy BL vereségből érkezett a Veszprém, ennek megfelelően büntetésből megnyomták az egész meccset, hiszen meg volt mondva, hogy mennyivel kell nyerni, végül történelmi vereséget mértek az Egerre, 29-0 kapott ki az Eger. Tóvizi. Újra kell kezdeni a figurát, Kis Gergő lemegy. Ágoston jön be, próbálkoztak egy 7-6 ellenivel a egriek a meccs elején, legalább egy vezetés meg legyen pár percig. Azonban most elejtik a labdát, és jöhet a Veszprém. És fölé dobja Casado a labdát. Nincs gólt áll. Tóvizi üresen törhet be, is megvan a vezetés. 1-0-ra vezet az Eger. Tóvizi próbált meg aztán most labdát szerezni védekezésben. A tavaszi idegenbeli mérkőzés az nem hozott akkora vele, és 10 gólos különbség volt közte csak. Ott az egyenlítés, Koszorotov a gólszerző. Kérnek ketten szorosra, és ellépi támadást Arzenics. Így megszerezheti a vezetést a Veszprém. Sandel passzolta tovább, Casado. Nincs ugrás, kér egy faltot Zenáditól. Lelassult a támadás. Valószínű nem fog nagy iramot diktálni Veszprém, ami eddig nyilván a összes hazai bajnokiát megnyerte. Nem tudták megszorítani se. Mond, kellett nekem mondani, hogy hangosabbak a hazaiak. Most a veszprémi megzendítenek rá, és biztatják a csapatot. Jön a zavarás hazai drukkerek részéről. Sandel tör be is, patintja fölé a labdát.
tóvízi. Egy kínai figura lett volna, le is fújják, hiszen ugye Tóth beérkezett a hatoson belőle. Továbbra is a 7 a 6-ot próbálta az Eger támadásban. Casado elküldi egy csellel a védőt, és a rövid alsóval ő. Második lövése már jó Casadónak, és ezzel vezet a Veszprém. Jelenleg mind a két csapat egyébként névadő főszponzor nélkül játszik. Nyilván fog ez lehetséges változni. Egri részről például Tóth ketten rongyolnak be. Árzelics kapta a labdát. Száva megy vissza a helyére. Aztán most jön. Most 6 a 6 elleni támadás volt. Tóvízi együtt a jobb átlövő helyén próbálkozott egy betöréssel. És kapott egy faltot. Passzív az Egri játék. Száva indul el. Tóvízi ellövi bele a blokkba. A lepattanó az megvan Árzenicsnek, és ott van az egyenlítés. Casado adja ki a labdát. Árzenics labdát is szerez. Átesett rajta a szélső. Lehet támadni, ott volt a szélső, de így is jó. Tótot tisztára játszotta magát. Ismét vezet az Eger. Túloldalon nincs ilyen sima befejezés. Szabad dobás lesz a Veszprémnek. Után Koszorotov próbálkozott egy betöréssel, de oldalról leütközték. Nincs nagy iram. Nyilván, hogyha Veszprém most felpörgetné, az nehezen vedné fel a Eger. Ez meg egy 7 méteres, meg egy nem sárga lap, hanem 2 percest kap Tóvízi. Így a meccs 6. percében. És 7 méteres is lesz. Deszkat érkezik büntetőt ellőni. Leszemben Ágoston Áron. És benn van a lövés. Három, három. Most lehozta ismét a kapust az Eger, de most csak 6-6 így. A létszám hátrány miatt. Az Egernek is lehet önbizalma egyébként. Nyilván nem a Veszprém ellen, csak úgy önmagában, hiszen megszerezték első győzelmüket az elmúlt fordulóban, a Pler otthonában sikerült rangadót nyerni. Ez dupla pontot ér, Zenádi kap pontos labdát, és pontosan be is fejezi. Nem rohantak le középkezdésből a vendégek, viszont volt egy óriási zicserük, amit Ágoston felrugott a fejéig. Teljesen tisztán lőhetett Pecsmádet kapura. Elfeledkeztek róla a védők. Nem zárt vele vissza senki. Inkább a lerohanásra számítottak. De a beállós elrontotta a tiszta zicserét. Zenádinak pontatlan a labda. Kapura lövés lesz belőle, de mellé megy. Nagyon-nagyon mellé lőtt ezt már, amikor ellőtte. Lehetett látni Jensen lövésén, túlhúzta. Nem pontosít, nem összpontosít, megfelelően a Veszprém. Nyilván ők is fárasztó sorozatban vannak. Hiszen ugye Egyiptomban játszották a klubvilágbajnokságot. Volt a könnyebb, illetve nehezebb mérkőzéseik is. Passzív a játék. Beletelt a 2 perc. Tóth kér egy faltot.
Még csak passz sem volt benne, de... És így van, 4. Csak 2, Tóth mit kezd a labdával? Továbbadja, Arzenics belemegy. Ketten az álltak össze előtte. Most egy kicsit láthattuk milyen az, hogyha megnyomják. Ágoston segíti kijebb a labdát. És így nincsen sarokdobás, viszont lesz egy törlés, hogyha megengedik a játékvezetőt, mivel ott ugye csúsztak is a labdáját, másztak is. Nincs törlés, úgyhogy támadásban kell egy kicsit pihenni. Nincs sok gól, ez eddig az Egernek kedvez. Arzenics húzzák a mezét, mert tovább Tóth, talpról egy lövés mellé. Sikerült most visszazárni a támadók előtt. Sandel tovább, Casado. Jó a falt Tóth Károly részéről. Besegített ott még Tóvízi is. Kicsit összekeveredett a fal. De most már rendben van a védekezés. Veszprém is pihen, mint nekik kötelező a bajnokság. Néha tehernek nézik, de hát csak innen lehet kijutni nemzetközi polondra. Zenádi szerez labdát, Száva is indul. Ketten vezetik le a támadást, aztán eladják Szávának. Hogyha visszaadta volna jobb szélre. Maracskónak a labdát jobban jártok volna. Zenádi jól állítja meg Sandelt, még kiállítás se lett belőle. Nem akart annyira elesni Sandel. Ha elesik, akkor nyilván ott lett volna a 2 perces valószínűleg. Sandel kicsit lépésgyanús volt. Ez pedig gól. Koszorotov második találata. Egyenlít a Veszprém a 10. percben. Ketten jönnek ki zavarni. Aztán folytatódhat a támadás. Tóvízi elejti a labdát, de ezt az álltak előtte. Egri szabaddobás lesz, mert dobta magát a szélső. Vég Bálint. Beálló körül fúj most a játékvezető. Szabad dobás az Egernek. Megy az idő. Ahogy az Eger tervezi. Tóth. Tóvízi egy szép csellel. Ez meg egy 7 méteres lesz belül védekezés. Pecsmátek védekezett belül, meg húzták is hátulról. Az Egri játékost. Erzalics fogja lőni majd a 7 méterest. Nézzük, hogy sikerül-e értékesíteni. Túloldalon már volt egy jó büntető. Jó, Erzalics is. 5-4. Második gólja volt Arzenicsnek. Próbál gyorsabban játszani. Támadásban meg jó megmozgatni az Egri falat. A Veszprém. Nehéz lesz követni ezt lábbal. Tóth fogta meg a lövőt. Sandel odakapja az ölébe a labdát, Casadót passzolja tovább, Tóvízi védekezik rajta jól. Ugye reklamál az irányító, de oldalról kapta el Tóvízi. Koszorotov, kimegy szélre a labda és gól is lesz belőle. Egyenlít a Veszprém 5-5.
Izlandi szélső első gólja. Talán labdát sem nagyon kapott eddig a mérkőzésen. Egyelőre az Egernél is az alapcsapat játszik. 12 perc telt el, Tóvízi tovább Tóth. Maracskó gól. Visszaveszi az előnyt az Eger. Elindul a szélső befelé, feldönti Maracskót, aztán oda kerül, nem fújják le, hiába ütközik össze Maracskó Kis Gergővel, és mutatja, hogy lökték. Így nyer ki már Alisson, a második gólját szerzi. 6-6-ra alakítva ezzel az eredményt. Elindul Száva is, jó lett volna a helycsér a Tóvízivel, de nem tudta megkerülni. Ott pattog a labda, kinél volt hamarabb láb, Arzenicsnél térd volt, és aztán Szandernél volt. Amikinél rendesen lábat ért a labda, na ott ladozott Száva is. Tóvízi ketten fogják a beállót, nem is éri el a labdát, és most egy lerohanással jön a Veszprém, és Sandell durván fölé lövi. Lehet viszont támadni. Ellentámadásban lemaradt Sandell, most ér vissza, nem jó a bejátszás, aztán lerohanás. És gól, a harmadik gólját szerzi Alisson. Kár azért az előbbi rontásért. Nem használta ki az Eger Sandell hibáját. Így a első játékrész felénél a Veszprém vezet jelenleg. Arzenics gyönyörűen ismeri fel a helyzetet, csak aztán kapufára pattintja a labdát. Szépen ment el Száva, ment vele a védő is. A szádó le a szélre, nem tudott bemenni vele a vég. Így kezdik újra a támadást a Veszprémiek. És időt kér a Veszprémi edző. Xavi Pascal. Egyébként a Eger honlapjának mesélt Tóth Edmond a Xavi Pascallal való ismerettségéről, mert egy csapatban játszottak Spanyolországban. Az Octavio Vigo csapatában töltöttek együtt időszakot, Pascal kapus volt. Elmondta, hogy amikor kikerült Vigóba, akkor a családjával az elsők között vett a pártfogás alá. A mostani veszprémi edző nagyon hamar megtalálták a közös hangot, és jó barátság kötetett a két család között, amit a mai napig igyekeznek ápolni. Elmondta, hogy Xavi Pascal nagy nevet szerzett edzőként azok után, hogy 2009 és 2021 között a Barcelonával 11-szer nyerte meg a spanyol bajnokságot, 3-szor a bajnokok ligáját. Mint egy nagy habitussal rendelkező vehemelős kapus volt, aki folyamatosan tűzbe tartotta a társakat. Minden pillanatban együtt élt a játékkal, és különleges hangszínen irányította a védelmet, olvasta a játékot, mindig tudta, hogy milyen játékhelyzetben mi fog történni. Elég. Újra vezet a Veszprém, illetve most már kettővel vezet.
a Veszprém. Az időkérés úgy tűnik jót tett. Arzenics. Eljut a labda Zenádihoz, belépett vele. Most elmehet három góllal a Veszprém, víg, Vidi Ágoston. Arzenics egy átlövéssel, ezt viszont olvasta kapus Jensen. Elkapkodta most kicsit a támadást. Nagy gól. Szarutov zúdít a kapuba, 6-9. Kijönnek megint ketten zavarni a vendégektől. Szöldősi második beállóként a pályán. Eddig nem nagyon sikerült megjátszani a beállókat egyébként. Óvíz ott mehetne a szélre, hogyha nagyon akarna, inkább középre viszi, leadja szélre, és aztán Manacskó a kapufára lövi a labdát. Hét méteres fújnak megint a játékvezetők. Kasszádó kapott faltot. És Descat jelentkezik. Veszprém francia légiósa. Az első büntetője sikeres volt. És a második viszont nem. Marad a 6-9. Kirúgta oldalra a labdát. Koszorotov felugrik és kipókálozza a bal felsőt is. A negyedik gólja a bal átlövőnek. Tóvízi mehet bátran, úgyis vissza kell vele jönni a védőnek. Arzenics, Tóvízi. Tóvízi. Szöllősének nem tudta oda tenni. Arzenics megpattan egy kézen a labda, lelassul és kapufa lesz belőle. És itt az újabb gól. Rahovác a gólszerző. 6-11, időt kér Tóth Edmond. Hiszen 6-5-re vezetett még az egri csapat. 13-14 perc játék után. Utána azonban valami eltört. Időt is kért a Veszprém. Így most nekik már megbízható előnyük van 5 gól. Tóth Edmond egyébként elmondta Xavi Pascalról, hogy meglepte, hogy ilyen edzői pályafutást tudhat magáénak, remek taktikai érzék, két már játékosként is megcsillantott, de mindig tisztelettudó volt az edzőkkel. Trénerként a Barca utánpótlásából indulva jutotta el a felnőtt csapat élére, ahol fantasztikus eredményeket ért el, utána Bukarestben is, amihez jól arany lett.
elképesztő taktikus és olyan habitussal éli meg a mérkőzéseket, mint annó játékos korában. Elmondta, Tóth Edmond, hogy reméli, hogy minél magasabb lőtt majd vele a Veszprém, hiszi, hogy vele sikerülhet a nemzetközi poronban is nagyot alkotni. Ugye teljes stílusváltáson ment át Pascallal a Veszprém. Új rendszer dolgozott ki, és ez már néhány évtel érkezési tanács látszott. Gólra törően kézilabdázok, agresszív védekezésből rengeteg gyors lerohanás vezetnek. De szerinte két év kell ahhoz, hogy megerősödjen a csapat. Száva Máté gólja. Cseréltek a vendégek, Janowski van bent, illetve már beállóban is cseréltek korábban, ahová váltotta kezdő beállóst Sandel gólja. Az egriek is próbálnak lerohanni. Arzenics Zenájdinak, Zenájdi kiadja. És már ott egri kapu előtt a játék. Kis Gergő volt jó helyen, Sandel viszont bemegy mellette. Legalábbis ellövi, de mellé. Szabad dobás a Veszprémnek. 21. perc. Már eltelt. Örülős Veszprém vezetés. Egy pár perc, jó kézilabda. Elég volt ahhoz, hogy ilyen eredményűség. Hát elég könnyen fújták be most ezt a Veszprémnek talán. Kis Gergő reklamálja, hogy nem állt bent, hanem rendesen fogadta az ellenfelet, Janowski botondot. Ellison fogja lőni a büntetőt, ő most belövi. 4 gólos már Ellison. Rajta kívül Koszolotovnak van 4 gólja. Hét a hat elleni játék az egrieknél. Zenájdi megint kivédi a kapus a lövését. Vég kap remek labdát és beteszi a rövid alsóba. Az első helyzete még nem ment be, a második igen. Most már 7 gólos a Veszprém előny. Kicsit nagyobb bizakodásra adott ott a első negyed óra. És olyan nagy tempóváltás nem is volt, de elég volt az, hogy elkezdett fogni a kapus. Néhány hiba, megint ez belemenésnek fújják, hogy ráugrott a falra. Szöllősi fogja meg a beállót, vég, ezúttal hosszú alsóba patintja. Újabb időkérés Tóth Edmondtól. Kezd elmenni a hajó, nem szeretné, hogy tavaly vagy zakóba menjen bele a csapat. Már ugye az nem ott, nem szorzott. A végén meg lett a bennmaradás. Úgy a morálon sem hagyott nagy nyomot a történelmi vereség. Tóth Edmond egyébként elmondta, hogy az Egerhez hasonló csapatok számára megállíthatatlan a Veszprém, abban bízhatnak, hogy néhány nappal a Kup VB megnyerése után nem lesznek olyan élesek talán, de még ekkor sem várnák könnyű menet, igyekeznek helyt állni, miközben remélik, hogy a közönség jól szórakozik majd. Hát most 8 góla hátrány, 7 perc van hátra az első fél időből, úgyhogy ha nem vigyáz a egri csapat, akkor 10 lehet közte.
az első fél időben már. Kevesebben vannak az egriek egyel a pályán, nincsen kapus. Hatan támadnak és üres kapuval, úgyhogy nincs kiállítás. Tóth. Egy lövés. Üres a kapu. De hogy miért cserélnek az egriek, azt nem tudom, már nincsen kiállítás. Vég egy könnyű gól. Illetve nem is vég van már ott, hanem Hoffmann Balázs. Jadeg Árnyi. Zenádi már a padon. Tóth. Tóvizi próbálkozott, lezárt mellé. A támadások rendre rossz lövésekkel végződnek most egri részről. Ez 7-es lesz. Sandert leszették, utána megakasztották Rahuácnak a kezét. Még egy 2 percet is kap Szőlősi. Nem láttam, hogy milyen szabálytalanság történt, inkább a beállót néztem. Őszinte legyek. Bőti egyébként egykori csapata ellen játszhat. Hiszen ő Veszprémi akadémián nevelkedett, és hiszen talán volt felnőtt meccse is. Sári Pascal magyarázva itt az egri kispadnak. És Sandel helyett ön majd reméli a pályába. Reméli. Jó labdát kap, szép csellel megy el, és aztán a rövid alsóba pattint. Megszerezve így az első gólját, éppen hogy csak beállt. 17-7, a Veszprémnek tehát 10 van közte, 25 perc elteltével. Kis Gergő egy darabig fenn volt, aztán lejön. Most azért van üres kapuval az Eger, mert ember hátrányban van. Bőti nem kapja vissza a labdát. Tóvizi, Zenádi a 9-esen jár éppen. Jadeg Árnyi felugrik és ellövi a kapus lába mellé, 8-17. Egy szélső befutás, lesz belőle egy 2 perces. Talán kicsit szigorúan, a 7 méteres az jogos, de meg is adhatta volna nyugodtan a gólt a játékvezető. Nem tudom, hogy belépette egyébként Janowski. Egy góltól esett el a fiatal játékos, és lő helyette majd egy 7 méterest. Járt ki már Ellison, akinek az első büntetője bement, a második is a támaszkodó láb mellé lőtte. És 5 gólos immár.
Cenádi. Kettős ember hátrányban az egriek. Zsűritől kér egy újabb labdát most Tóth Károly. Tóth. Tóvizé nem jut el lövésig. Egy játékos már visszajöhetett, ha hamarabb sikerül ellőni, elvégezni a szabaddobást, akkor Rázenics mehetett volna itt a szélen. Tóth ismét egy talpról eleresztett lövés. Ez sem jó, akár csak az előző ilyen. Remili. De a szél Ellisonnak. Beleér ugyan Ágoston. Bebe megy a labda a hálóba. 12 gól a különbség. 6 gólos immár az izlandi. És fél percig még ember hátrányban, az az üres kapuval az Eger. Zenádi birkózik. És Bőti is bent. Ő kapja meg, aztán nem megy be vele végül. Zenádinak egy bepassz, elpattan előle a labda a kezéből, és most már kontrázik a Veszprém, de bal szélre, és ezt fogja Ágoston. Ellison első hibája. Jalovszki Remilihez. Fölé dullantja. Meg kontrázni nem lehet belőle. Elakad oda a háló. Közé a labda. Még egy 7-6 itt a félidő végére. De másfél perc van. De egy beállóval. Tóth, Lezák, jön vissza a labda, Ázenics, Jadigáli, Tóth, nem tudja ellőni. Már jó, egy fejjel magasabb idővel találta magát szembe. Most passzív a játék. Szőlősi próbál helyet csinálni magának. Ázenics ellövi úgy, ahogy van. El kellett, és be is csorog a labda. Harmadik gólja a Zenicsnek. És 9-19 az állás. Utolsó percen belül vagyunk az első fél időben. Ez jó volna már megúszni. Ezt a fél időt kapott gól nélkül. Janowski. Itt kapott egy faltot. Remili. Egy kicsit lépés. Most lehetett volna. Ha négy lett volna, de bezuhítja. 9-20. Tóth. Még Szöllősinek. Szöllősi pedig befordul vele és gólt szerez. Ezzel 10-20-szal ér véget az első fél idő. Első negyed órában tartotta magát. Az egri csapat vezetett is nagyon sokáig. Aztán a végén azért volt egy a fél idő közepén egy hullámvölgy, amikor ellépett 7 góllal a Veszprém, utána megvelték a különbséget, végül most sikerült visszajönni 10 góra. Jön nem sokára a második játék rész. Véget ért a szünet, a második fél időt pedig nyilván a hazai csapat fogja kezdeni. Nem lesz könnyű akár csak megtartani is ezt a 10 gólos hátrányt.
lehet, hogy jelen pillanatban ennek is örülnének. Itt a hazai publikum soraiból sokan. Kapust cseréltek az egriek, Marcika áll be. Három védése volt a statisztika szerint Ágostonnak. Lehet, hogy volt az több is. Négy vagy öt. De jobbnak tűnt egyébként ilyen szemmutatója, és akinek négy védés van beírva jelenleg. Azért kulcsfontosságúak voltak, és sokkal több lövés ment az egri kapura, mint a Veszprémire. Most egy eladott labda Cabulától. Belefújnak a játékvezetők. Tóvizi. Jadegári. Kis párgázza a kapus. Úgy tűnik, hogy Sandel meggyógyult. És ő folytatja a játékot a második fillőben. Pekmelbec visszatért beállóba. Ligetvár is perceket kap. És a Ellison visszatér, úgy látszik, a gólok útjára. A hetediket lövi. Hiszen a hat jó lövés után volt egy rontott kísérlete az első fildőben. Most ezt a második fildőt jól kezdi. Casado. Szőlősi megfogja, de Sandelnek még oda tudja adni. 10-22. Sandel a harmadik gólja volt ez. Jadegári megtartja a labdát, Cabula. Jadegári kap egyet a nyakára, vagy fejére, oldalról. Szabad dobás lesz csak. Ketten csukták össze. Oldalról. Jadegárit fogják meg keményen. Ligetvári lépett ki a falból. Ó, ez egy könnyelműen eladott labda Cabulától, le akarta fordítani a szélre. És aztán Vég Bálint meglevi a harmadik gólját. 10-23. Nem kezdi jól ezt a játék részt az Eger, úgyhogy tényleg örülni lehet, hogyha ez a 10 gólos különbség megmarad, csak ne legyen 20. Száva. Fellökik, szabad dobást kap az Eger. Ez már Jenegárival szemben is volt egy szabálytalanság. Lesz egy törlés. Bajnokok ligájában szenvedett eddig egyetlen idei egyetlen vereségét szenvedte a Veszprém. Ennek a szezon elején járunk, ugye Füse Berlin 32-34-re verték idegenben. Paris Saint-Germain itthon 13 góllal 41-28-ra gyalulták le a veszprémiek. És aztán a Sporting otthonában 39-30-ra kikaptak. A BL-ben közben Jadigánytól egy rossz lövés, Száva szerzi vissza, Szöllősi Zicserben belövi.
ő lőtte az utolsó gólt az első fél időben, és ő lövi Egrieknél a másodikban az elsőt. És Macka lábai között gólt szerez Pekmabet. 11-24. És ugye a klub VB-n szerepelt aztán Veszprém. A Taubáte csapatát verték először 43-17-re, aztán a Zamaleket 34-27-re. Így kerültek aztán az elődöntőbe, ahol a Barcelonával találkoztak, sőt gollal 39-34-re megverték őket. A spanyol sztárcsapatot, a rossz lövés Egri oldalon megint indulhat a veszprémi vonat. Sikerül egyelőre feltartóztatni, véget várja nem lő, Casado is továbbadja. És aztán a döntőt a Magdeburg ellen vívta a veszprémi alakulat, és 34-33-ra verte Ligetvári, kihagyja első lövését. Jól védett Marcika. Ez volt egyébként az első klubvilágbajnoki címe. Veszprémnek másodjára vettek részt a tornán. Szabula. Sandell állítja meg. Száva fut be második beállóba. Szöllősi akaszkodik össze a védőjével. Passzív közben az egri játék. Jadegári. Rossz volt a labda, Száva megmenti, marad a passzív, de lőni kell. Egy passzra van lehetőség, Tótnak el kell lőni középre, és rohan a Veszprém, és gólt is szerez. Egy Malegek második gólja. Első nagy zicserét kihagyta, de azóta két gólt is szerzett a beállós. Lezárt. Jadegári nagy bombája. Nem tudja megszerezni a kipattanót. És vég. Gólt szerez. Szávár döntötték fel előbb. 15 van közte. Úgyhogy itt nagy verés is lehet a végén. Vég is már három gólos. Tóth Szöllősihez eljut a labda, bepattintja. Azonnal jön a válasz Pecsmábek részéről. Száva, a kapus védi az ittszert. Hoffman. Ligetvári felugrik, bejátsza. És újabb veszprémi gól az eredmény. Pecsmábek négy gólt is szerzett. Sok mindent nem lehet ezzel a rohanással kezdeni, ez benne volt. Tudta mindenki, hogy ez ellen nincs mit tenni. Az első fél időben még, amíg nem rohant ennyire Veszprém. Jadegári, szép gól. Hoffman előtt elmegy a labda, és aztán nincsen sarok sem. Szóval az első fél időben nem rohant a Veszprém. Nyugisan kízilabdáztak, Tóth le a szélre, illetve át
Kis Gergő élet, most lesz Száváé, megint kapufa, két helyzet maradt most ki. Ligetvári, Sandel, lemegy Hoffmannig a labda, és gól is lesz. Második gólja Hoffmannnak. Tíz perc telt el a második játék részből. 9-3-ra nyeri ezt a 10 percet. Az Eger ezt most előtt ütötte ezt a labdát teljesen fölöslegesen. A Veszprémi hármas védő. Azért még az egyik közönség kitart. Jön egy kis biztatás most a csapatnak. Szöllősi. Szöllősi újabb volt szerez. Nem ment Cenájdinak a játék, nagyon sok labdát elszólt, illetve belelőtt a kapusba. Szőlősinek viszont annál inkább megy most a játék. Négy gólos már a beálló. Ismét Zitzer a vonalról. Grahovac gólszerző. 30-nál jár már a Veszprém. Szöllősi, nincs meg a labda. Tóvizi próbálja még megszerezni a labdát, és sikerül is vég kezéből kijutni. Bedobás után jöhet a Veszprémi támadás, Janowski. Törlés. Ezt ki is használja Veszprém. Egy cserére. Sandál helyett Casado jön vissza. Ligetvári. Bemegy a két ember között, és megszerzi az első gólját. ...14-31 az állás. Tóvizi, Szöllősi. Tóvizi visszaszerzi, belelövi a kapusba. És Zitzer, Grahovac gól. Meg egy időkérés Tóth Edmondtól. Kezd el menni nagyon a hajó. 18 gól a Veszprém elődje. Ha fáradtak is azért igyekeznek kiszolgálni az edző kéréseit, meg a saját szurkolóikat. A bajnokság folytatása sem lesz könnyű majd az egrieknek, de nyilván nem Veszprém szintű csapatokkal fog találkozni az Eger a közeljövőbe, viszont annál fontosabb mérkőzések várnak majd Tóth Edmond tanítványaira. Ugye ezután szünet következik, egy hét szünet, hiszen azt a mérkőzést előrehozták a Szeged ellenit az ötödik fordulóból. Két hét van készülni a Neko elleni hazai összecsapásra, ami október 18-án lesz. Aztán a Fradihoz látogat az Eger, és aztán november 2-án a Komlót látják vendégül.
Tehát a következő háromból kettő olyan, amit be kellene húzni. Utána ismét két hét szünet, akkor Tatabányára megy, majd november 16-án a csapat, majd egy Dabas elleni hazai, november 23-án, 30-án Balatonfüred, és december 7 itt van egy Budakalász elleni meccs, majd aztán Gyöngyösen december 12-én zárja a szezont az egri gárda. Nagy lövés Tóvizitől, megint a kapufa segít. Tóvizinek egy gólja van eddig. Grahovác kihagyja ezt a helyzetét. Leállt a rövid salokra Marcika Barnabás, és jól tette, mert oda lőtte a beálló. Szabula. Maracskó jön föl lövőbe. Lövését kirúgja a kapus. Janowski. Korán lesz. Nyugodtan alugatnak most a veszprémiek, nem kapkodják el, de most ugye több magyar is a pályán. Szám szerint 4, és Janowskinak szerencséje van. Az első gólja az irányítónak. Ugye az egyik lövő, az irányító, illetve a két szélső is magyar most. Van itt kell látni ilyet a Veszprémtől. Bár a hazai bajnokikon Szabula kap egy nagyot. Lesz egy két perces és egy ápolás. És Grahovác kapja a két percet. Ez az első ember hátrány a Veszprémnek. Elnézést kér tőle az idei új szerzemény Veszprémnél. Szerintem jött az egyik ki új, illetve Cindrics másik új érkező a Veszprémnél idén. Több távozó volt a pirosaknál. Ők is lehozták a kapust ehhez a emberhátrányos támadáshoz. Lehet lőni. Koszorotov nem éri el, de mellé megy a labda. Marcika is kihagyja. Akár csak a túloldalon Jensen. Koszorotov. Visszakapja Corralesztől, és Koszorotov második lövése becsúszik Marcika lábai alatt. Húsz gól a különbség. Ötödik gólja volt Koszorotovnak. Az iménti túl vagyunk már a meccs háromnegyedén. Egy kínai nem jó Szabulának. Ment vele a védő is. Átlátszó volt talán. Nem úgy ment, mint aki kapuda akar lőni. És így Szabulával ugrott a védője is.
abban a sor letelik a veszprémi kiállítás. Janoszkira lép ki Tóvizi. Szép passz végnek. Cassadótól. Cassado megint ugyanaz, de ezt megszerzi az Eger. Robognak az egriek, Tóvizi gól. Aztán lehet visszafele robogni. Vác belül állt, amikor kapta a labdát, így már elhibázta, amúgy sem ért volna, hogyha nem megy a labda. Malacskó. Gyere Gáli. Megállítja Grahovác. És fönt a 9-esen védekeznek a veszprémiek. Szöllősi birtózik. És egy jó betörés után, vagy jó érkezés után Jenegári harmadik gólját szerzi. Azon jön a válasz Janowski részéről. Harmincöt az állás. Szöllősit most Zenádi váltja. Válóban azért nyilván termetes védők között kifáradt Szöllősi Olivér is. Manacskó lövőben szerepel is, lő is. 17-35. Rossz a passz Koszorotó felé, mögé ment, így lehet egy kicsit kozmetikázni a különbséget. 20. perc, Cabula. Megállítják. Malacskó most stabilan lövőben, Zenádi. Mellé lövide kap egy 7 méteres belül védekezés miatt Ligetvári bennállt a hatoson. Ugye Arzenics lőhetett már egy büntetőt, és megint ő fog odaállni. Az 50. percben. A második büntetője is jó. Négy gólos már Arzenics. És 17 gól a különbség. Most 20-ról sikerült egy kicsit följebb jönni. Koszorutov. Elsőre nem jó a labda. Janowskit is sikerül szerezni. Kis indít, Malacskó megszerzi a labdát, és lő egy gólt. Indulásból 19-35, közel most már a 20 gólhoz az egri csapat. Ugyanazt az első fél időbeli lassabb játékot láthatjuk most a veszprémiektől. Nem hajtják szét magukat. Koszorotov viszont kiméletlenül bevágja jobb alsóba.
6 gólos. Ellisonnak van 7 gólja, a Veszprémnél ezzel ő a mezőny legeredményesebb tagja. Egy nagy lövés Jadegáritól felugrik és megsuhintja. 4 gólos. Az iráni Kaszorotov tovább teszi, nem lőtte el, pedig el is lőhette volna talán. Kezdik újra a figurát a Veszprémiek. Jó megállító falt, milyen megállítól. Kaszorotov megint egy nagy lövés, de ez rossz irányba ment. Szabulla tovább, Manacskó. Ligetvári mellett esik el, Ligetvári kap egy 2 percet. Lerántás miatt. Második ember előnye az egri csapatnak. Ki kellene használni és kicsit szebbé tenni a végét. Az első negyed órát meg lehetett nyerni, X-re kihozni, akkor ezt a utolsó negyed órát is meg lehet. Az egri szurkolókon ez nem múlik. Ilyen a biztatás itt a végjáték. Hajrára Szabula. Gyeregárja hátra vissza. Kaszádó mellett Tóth is a pályán. Passzív most az egri játék. Oda kéne figyelni rá Szabula. Nincs több passz, el kell lőnie. Elveszik a labdát. Ember előny első fele az egy gól nélkül telt el. Janoszki Zemelli mellett nem egyszerű, meg Jadigári mellett sem az élet. Jól tartóztatták fel a kibontakozó veszprémi támadást. Kaszádó. Veszprémiéknél is passzív a játék. Kaszádó lövi el, és Marcika hárítja. Kaszádó esik el, és vésésért kap egy 2 percet. Most egy kicsit kompenzálnak. Rövid idei kettős ember előny. Kaszádó reklamál. Mert itt a NB1-ben nem ehhez van szokva. De hát nem szoros már ez a mérkőzés, hogy ez döntsön. 16 gólos hátrányban az Eger. Tóth. Maracskó lehet nyugodtan adagatni, le kell húzni a szélre, vagy be lehet lőni. Tóth utóbbit választja. Második gólja a Tóth Károlynak. És ugye már csak szimpla az ember előny. Kapust lehozzák a veszprémiek. Janowski. Janowski tovább, kiperdül a
a labda a kézből, lehet üres kapura dobni, ezt már nem lehet bevállalni, nem figyeltek oda a bedobást, vagy nem erre koncentráltak az egriek, de egy szimpla ember for így is van, majdnem egy percig lehet támadni, nem előnyben is ki lehet használni. Maracskó ellövi gól a bal átlövő helyéről. Maracskó 4 gólos. Akár csak Jedegári vagy Szöllősi. Húszról visszajött 14 gólra az Eger. 4 perc van hátra a mérkőzésből. Még egy pici van az ember előnyből. Kaszoratov fordul meg kis mellett. Belefújnak a játékvezetők, így szabad dobás a Veszprémiek javára. Kaszoratov. És még bepatog a labda. Ligetvári, a gólszerző. Gól most az Egri hátrány. Három és fél perc van hátra a találkozóból. Jedegári. Még egy hajrá. Xavi Pascal még valamit beszélgetett a játékvezetővel. Jedegári most ezt olvasta, a lövést a kapus. Rövidre ment és fogta, majd meg kell törölni a labdát, mutatja. Rész célok látnak még mind a két csapatnál, meg lesz-e a 40 gól vagy nem. Például ez egy rész cél lehet. Nyilván a Veszprémieknek a győzelem már megvan. Kaszoratov megtámasztja Zenári. Megrie ki a oldalbedobás, és most már Molnár Nagy is a pályán. Lezákot húzzák meg hátulról, lesz még egy két perc is. Amellett, hogy gól. Hoffmann Balázs kap ide a végére. A végén kapja az ember hátrányokat a Veszprém, a negyedik. Már ja, Eglieknek három kiállításuk volt. Kaszoratov, Ligetvári, nagy bombát szór. És jön a instant válasz. Az egriektől kezdésből. Tóth Károly is már 3 gólos. Akár csak Ligetvári egyébként. 24-38, Kaszoratov Zenárival nem bír. Aztán próbálkozik Jedegári mellett. Ott sem volt út neki befelé. Zenári befújják hetesbe. Mondjuk kívül volt szerintem, de hogy belülről indult-e. Ezt majd eldöntik. Ellison, aki ugye nem nagyon volt pályán itt a második fél időben, illetve még az elején volt, lőtt is egy gólt, most 7 méteresre újra bejön, és be is lövi. A harmadik büntetője is jó Ellisonnak. 15 gól a különbség. Utolsó percen belül vagyunk. Molnár Nagy. Tóth. Molnár Nagy tovább Lezáknak. Ketten a földön. Lezák Áron pedig újabb volt lő. A
25-39. Végül mégsem lett olyan borzasztó a vége ennek a mérkőzésnek. Ugye 20-nál elég rosszul nézett ki. Így viszont még lehet egy lerohanás végigvinni. Itt van Molnár Nagy. Elejti a labdát. Nagy lehetőségtől esett el. Ligetvárgy már nem viszi fel a támadást. Így ez a vége. 14 gólos győzelmet adott a Veszprém itt Egerben. A klub világbajnoki cím megszerzése után a bajnokin az Eger végül is tisztesen helyt állt. 25-39-re kapott ki, és jöhetnek a igazán mérvadó feladatok. Két hét múlva Nekát fogadja majd az Eger. Reméljük, hogy akkor már más miatt jár a taps az egri csapatnak, nem csak azért, mert helyt állt a hazai uralkodó csapat ellen, hanem esetleg újabb győzelemnek is lehet majd örülni, hiszen idehaza még nem győzött idén. Az Eger plen otthonából hozták el a nagyon fontos két pontot, de annak ellen ugyanolyan fontos lenne a győzelem megszerzése. Nagyon szépen köszönjük a figyelmünket, ezekkel a képekkel búcsúzunk, a viszontlátásra, a viszonthallásra.